Egyre több a beteg, egy hét alatt 82%-kal többen keresték fel az orvosi rendelőket influenza-szerű tünetekkel. Nem hasznos az olcsó szemüveg. A szakszerű szemvizsgálat helyett sokan gyors megoldást keresnek a látás problémáikra. ₹9500-an fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel január második hetében. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentése alapján ez közel 82%-kal több az előző hét adataihoz képest. Sokan összekeverik az influenza és a megfázás tüneteit. Mindkettő esetében fontos viszont a megelőzés. A szakember azt tanácsolja, jobban figyeljenek a higiéniára és növeljék a vitaminbevitelt. Influenza szezonban biztos azért vagyok megfázva én is. Az év bizonyos időszakaiban gyakran hallani ilyen és ehhez hasonló mondatokat a környezetünkben, pedig valójában az influenza és a megfázás két külön dolog. Bár mindkettő vírusos, felső légúti megbetegedés, az influenzát kifejezetten az influenza vírus okozza, míg a náthát megfázást akár 200 különböző vírus okozhatja. Ráadásul a tünetek is nagyon hasonlóak, de azért van különbség, ami alapján beazonosítható, hogy megfázásról vagy influenzáról van szó. Az influenza hirtelen jön, magas lázzal rendelkezik, és kevésbé jellemző rá az ordugulás, orrfolyás, míg a megfázásnál lassabban alakulnak ki a tünetek. Ha van inkább hőemelkedés és alacsonyabb láz jellemző rá, de rövidebb a lefolyása. Mindkettő megelőzésére ugyanazok a szabályok vonatkoznak. A rendszeres és alapos kézmosás, valamint a fertőtlenítőszerek használata segítik a megelőzést, de fontos a közösségek figyelmessége is. Ha valaki fertőzött, maradjon inkább otthon, a gyerekek esetében pedig különösen fontos, hogy ne vigye őket közösségbe a szülő. Elengedhetetlen ilyenkor a sok folyadékfogyasztás és a magasabb, akár 1000 mg-os C-vitamin bevitele is. Ezt túladagolni nem lehet, hiszen a felesleg távozik a szervezetből. A szakemberek azonban csak kúraszerűen javasolják, hosszú távon nem. Ha valaki már tapasztalja a tüneteket, érdemes más készítményeket is használnia. Többségükben van valamilyen fájdalom és gyulladás csökkentő, ezzel automatikusan le lehet csökkenteni, ugye a hőemelkedést és a lázat, illetve a fejfájást is csökkenti. Itt nagyon fontos, hogy mivel ezekben a készítményekben nagyon gyakran ugyanaz a hatóanyag szerepel, így nem érdemes őket kombinálni, hiszen csak a gyógyszer lesz túladagolva, de a hatás nem fog erősödni. Emellett lehet a folyadékbevitelt növelni, hársfa, teja, különböző köptető hatású készítményeket alkalmazni, ilyen lehet a kakukkfű, amik segítik a váladék feloldását és távozását, amikor már a betegség tovább haladt. A nátha és az influenza szezon is általában már októberben elkezdődik, és az időjárás függvényében akár májusig is eltarthat. A szakemberek szerint a csúcsidőszak január és február szokott lenni, így érdemes már most nagy hangsúlyt fektetni a megelőzésre. Magyarország lakosságának közel fele rendelkezik valamilyen fokú látás problémával. Noha köztudott, a szem a legfontosabb érzékszervünk. Sokan mégsem fordítanak rá elég figyelmet. Szintén jelentős azoknak a száma, akik kihagyják a szakszerű szemvizsgálatot és olcsó szemüveget vásárolnak. Ez azonban még több kárt okozhat. Könnyen meg tudunk feledkezni arról, mennyire fontos, hogy ne csak lássunk, hanem jól is lássunk. Ennek azért van jelentősége, mert az ingerek közel 90%-át a szemünkön keresztül érzékeljük. Ezt a tényt ismerve még fontosabb, hogy rendszeresen, évente legalább egy alkalommal ellenőrizzük látásunk minőségét. Maga a látás romlása az nem egyik pillanatra a másikra változik meg, hanem fokozatosan, lassan, hosszú idő alatt alakul ki. Ezért sokan nincsenek is tisztában, hogy az adott pillanatban a normálisnál mennyivel gyengébben látnak. Mi ezt nap mindnap tapasztaljuk itt a vizsgálatok során, hogy az illető úgy gondolja, hogy ő tökéletesen lát, aztán a vizsgálatban kiderül, hogy hát egyáltalán nem lát tökéletesen. Nagyon fontos szerepe van a tisztán jó éleslátásnak azoknál, akik a forgalomban részt vesznek, majdnem mindenki közlekedik autóval. De akkor is fontos szerepe van, hogyha valaki adminisztratív munkát végez, mert egy-egy szám elírásával több százezer vagy több milliós kárt is tud okozni a cégének vagy a vállalkozásának. Úgyhogy mi minden esetben arra szoktuk felhívni a figyelmet, hogy évente egyszer mindenki vegyen részt egy látásvizsgálaton.
A felmérések szerint Magyarországon az emberek felének szüksége lenne valamilyen szemüvegre. Az ugyanakkor korán sem mindegy, hogyan erősítjük meg legfontosabb érzékszervünket. Sokan a gyorsaság és költséghatékonyság jegyében választanak szemüveget, arról azonban megfeledkezünk, hogy egy olcsó eszköz sokkal több kárt okozhat szemünkben. 10 emberből 7 embernek nem egyforma a két oldali dioptriája. Tehát most hiába vesz valaki meg mondjuk a drogériában egy szemüveget, aminek mindkét oldalában ugyanaz a dioptria van, hogyha az illetőnek pont nem erre van szüksége, és ezzel csak rontani fog a látásán. Illetve ami nagyon fontos még, hogy a drogériában lévő szemüveg, idézőben mondjuk, hogy szemüveg, mert az nem szemüveg, miért lehet jóval olcsóbb, mint mondjuk egy optikában vásárolt, azért, mert abban nem szemüveglencse van, hanem egy nagyítólencse. Ezért van az, hogy csak pluszos dioptriákat lehet találni a drogériákban, de ezekben sima, egyszerű nagyítólencse van, míg az optikákban lévő szemüvegben rendes dioptriás szemüveglencse kerül, és a kettő között azért óriási minőségbeli különbség van. A szemromlásának leggyakrabban genetikai okai vannak, nem külső tényezők is negatívan befolyásolhatják látásunk minőségét. Így például, ha túl sok időt töltünk a monitor előtt, vagy nem megfelelő fénynél olvasunk. A szakszerű szemanalízis egyik kevésbé ismert, hasznos funkciója, hogy a szemfenék vizsgálata során olyan betegségek kezdetleges kialakulása is kiszűrhető, mint a cukor vagy a magas vérnyomás betegség. Dupla kamara kiállítással indította az évet a József András Múzeum. Az intézmény irodalmi gyűjteményének 19. századi kincseiből készült összeállítás mellett egy történelmi áttekintést is láthatnak az érdeklődők a múzeumok születéséről. A tárlat 2 hónapig elérhető a vendégek számára. A Magyar Kultúra Napja alkalmából több rendezvényt is szerveztek a héten Nyíregyházán. Többek között a József András Múzeumban nyílt kamara kiállítás Szavuk lelkünk ígér címmel. A tárlatban korabeli kéziratokat láthatnak az érdeklődők, például egy olyan eddig sehol sem látott levelet, amely nemrég került az intézmény gyűjteményébe. Egy 1790-ből származó eredeti Kazinczy Ferenc levél, amelyet az ungvári elöljáróságnak írt az ügyben, hogy támogassák egy zsidó felekezetű iskola létrehozását. Mint tudjuk, 1786-ban Kazinczy Ferencet a kassai tankerület munkatársává, úgy mondanánk most, hogy tankerületi felügyelővé nevez, inspektorrá nevezték ki, és nagyon nagy terület tartozott hozzá, a Jászságtól kezdve Egerig, aztán Ungvár, Lőcse, tehát hatalmas nagy tankerületet bíztak a gondjaira, és ő maga írja a visszaemlékezéseiben, hogy ő ezt nem pénzért, hanem a hazajavára cselekedte ezt a munkát, amit elvégzett. A különleges és hiteles kéziratok mellett egy határon átnyúló múzeum történeti kamara kiállítás is nyílt az emeleten. Ebben a kiállításban a múzeumok kialakulásától kezdtük a folyamatot bemutatni, egészen visszamenve a Krisztus előtti 2000-es évekig, amikor az első olyan megmozdulások történtek meg, az első olyan folyamatok indultak be, amelyek ugye ma már jellemzik a múzeumokat, és ma már alapfeladatunk. Innen elindulva egészen napjainkig vittük ezt a folyamatot. A kamara kiállítások mellett februárban a Mesekert Bábszínház anyaga is a József András Múzeumban lesz látható átmenetileg, majd a Sóstói Múzeumfaluban kap végleges helyet. De más izgalmas kiállítás is várja majd a látogatókat. Február közepére, február végére tervezünk egy gyönyörű szép kiállítást. Magyarország egyik legnagyobb hímes tojás gyűjteményét akarjuk itt Nyíregyházán kiállítani a József András Múzeumban. Putnokról hozzuk ezt az anyagot. Több száz hímes tojásról van szó, egyik szebb, mint a másik, és múzeumpedagógiai foglalkozást is tervezünk hozzá, és megtanítjuk a diákokat írókázni, mégpedig ezeket a tojásokat festeni, ugye? Később pedig egy város történeti kiállítás is nyílik, amelyben 21. századi megoldásokkal mutatják be Nyíregyházát. Hiszen a múzeum feladata nem csak az érték megőrzés, hanem az értékteremtés és közvetítés is. Zöld népszavazást kezdeményez az LMP erről Kendernai János, a párt társelnöke beszélt Nyíregyházán. A lehet más a politika szerint a kormány nem mutat aktivitást a klímavészhelyzet kérdésében, ezért azt szeretnék elérni, hogy a lakosság minél előbb véleményt formáljon a témában. Az LMP novemberben már benyújtott egy népszavazási javaslatot, azokat a kérdéseket azonban akkor a Nemzeti Választási Bizottság nem hitelesítette. Szeretnénk, hogyha Magyarország lakossága
elmondhatná véleményét, hogy 2037-et követően szeretne Magyarországon atomenergia termelést látni, ilyen kapacitásról tudomást venni. Szeretnénk azt megkérdezni, hogy hogyan viszonyulnak a szélenergia kérdéséhez, hiszen azt látjuk, hogy egyik legolcsóbb és leghatékonyabb alternatív megújuló energia termelési módszer, amit a kormány egyébként megtiltott és betiltott Magyarországon. Úgy gondoljuk, hogy egy olyan hibás megközelítés. Hiánypótló kiadvány készült el Csengerben, megjelent a város több száz oldalas monográfiája. A források 1219-ben említik először a települést, tavaly a 800 éves évforduló alkalmából készült el a kiadvány, erre 4 millió forintos támogatást is nyert az önkormányzat. Közel 700 oldalban foglalja össze Csenger történetét a város monográfiája. A kiadványra már régóta nagy volt az igény, több, jóval kisebb település is elkészítette már saját kötetét, a járásszékhely életében azonban kimaradt eddig. A források 1219-ben említik először Csenger nevét, ennek tavaly ünnepelték a 800. évfordulóját, ekkor született meg a döntés, hogy elkészítik a monográfiát. A kötet főszerkesztője azt javasolja az olvasóknak, ezt a könyvet kivételesen a végéről kezdjék olvasni, és úgy haladjanak visszafelé. A régi korok a történetét kicsit bonyolultabb is olvasni. Valószínűleg az legújabb kori története közelebb áll mindenkihez, hiszen benne él. És általában egy ilyen monográfiának a legújabb kori történetét mindenki úgy szokta megírni, hogy, ahogy én meg szoktam fogalmazni magamon, túlírja. Elkezd értékelni. Most a Fábián testvérek, Fábián László és Fábián Béla, akik mellesleg a mozgatórugói voltak ennek a kötetnek, ők ezt úgy írták meg, hogy rendkívül rigorózus a szöveg, szigorú, tényeket közül majdnem, hogy évente. Na hát leírták azt, hogy melyik évben mi történt itt, amit ők legfontosabbnak tartottak a Csenger életében. És ettől egy fantasztikus íve alakul ki ennek a településnek, hogy hogy fejlődött. A szerkesztők részéről hosszas gyűjtőmunka előzte meg a kötet elkészítését. A monográfia leginkább a csengeri lakosságnak, nem pedig a szakmának szól. Ez a kis település a Szamos partján, ez egy kis egy kis várjobbágy falucskából, mezővárosán nőtte ki magát az évszázadok folyamán, köszönhető a Csahai és a Melit családnak, és folyamatosan fejlődött, voltak visszaesések, főleg Trianon után, de mindig ki tudott mászni ebből a gödörből, és még a 70-es évek, amikor a járási rangot is elvették, és nagyon sok minden megszűnt, ezt is túléltük, és ez a csengerieknek az élni akarását és az akaratát a jellemzés ez a kötetben szépen nyomon is követhető. Az önkormányzat a terület és település fejlesztési program forrására pályázott. Végül 4 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertek a monográfia elkészítésére. Nagyon fontos volt ez az önkormányzatnak, hiszen az elmúlt években, évtizedekben sem volt ilyen monográfiánk Csengernek, és most, hogy tavaly 2019-ben 800 éves volt a településünk, úgy gondoltuk, hogy ennek apropójából akkor kiadunk egy monográfiát, ami nagyon-nagyon jó sikerült, köszönöm tényleg a szerkesztőknek, az íróknak. A monográfiát a Magyar Kultúra Napján mutatták be Csengerben. Közel 40 éves munkájáért Krúdi Gyula díjat kapott a Sóstói Múzeumfalu főmuzeológusa, Baracskáné Bodnár Zsuzsanna. Az elismerést minden évben felterjesztés alapján a Nyíregyházi Közgyűlés adományozza. A kitüntetett számára ez nem csak elismerés, felelősséget is jelent. A Nyíregyházi Települési Értéktárban jelenleg 48 nemzeti érték szerepel, ezek gyűjtése 2014-ben kezdődött. A hosszú lista azt jelzi, a megyeszékhelyen színes és változatos a kulturális élet, ami a polgármester szerint indokoltá teszi, hogy időről időre elismeréseket kapjanak azok, akik ehhez hozzájárulnak. A Magyar Kultúra Napja alkalmából átadták a Krúdi Gyula díjat. Korábban más volt a díj elnevezés, de lényegében a kulturális életben kiemelkedő személyiségek kapták. Nagyon hosszú a lista, de igazából reprezentálja azt, ami Nyíregyházán történik, tehát a néptánc, a zene világától
a színházi élet, ami itt a mi városunkban igazán színvonalas. Az eddigi díjazottak közös jellemzője, hogy elkötelezettek a hagyományok ápolásában, de alkotó, újító közösséget is alkotnak. A Krúdi Gyula díjat olyan személy kapja, aki a városban hosszabb ideje eredményesen tevékenykedik valamilyen kulturális, tudományos területen. Idén a Sóstói Múzeum falu néprajzkutatója kapta az elismerést. Emögött a díj mögött 40 év munkája áll, és bevallom, hogy a Sóstói Múzeum falu az első és egyetlen munkahelyem. Nagyon, nagyon boldog vagyok, és büszke vagyok arra, hogy részt vehettem a Sóstói Múzeum falu építésében. Emellett a muzeológia számos területén ért el eredményeket. Több mint 20 nagy kiállítást rendezett, és önálló kötete is jelent meg a tirpákok hagyományos népi ételeiről, étkezési szokásairól és viseletükről. A leltárkönyvek tanúsága szerint pedig több ezer tárgyat gyűjtött össze a megye különböző településeiről. Öt új szerzeményt mutatott be hagyományos idény előtti szurkolói ankétján a kisvárdai futballcsapat. Révész Attila sportigazgató elmondta, minden csapat részbe érkezett játékos, a cél pedig az élvonalbeli tagság meghosszabbítása. A tavaszi nyitányon szombaton Mezőkövesden lép pályára a Kisvárda. A megszokott módon megtelt a kisvárdai Besenyei gimnázium díszterme, sokan voltak kíváncsiak a csapat új szerzeményére és a tavaszi célokra. Az őszi keretből a brazil Felipe és Anderson Pico, valamint a portugál Hugo Seco távozott, helyükre öten érkeztek. A hagyományokhoz híven a csapatkapitány Lukasztól kapta meg új mezőt honfitársa Fernando Viana, a szerb Slobodan Simovic és Nemanja Obradovic, valamint Jelena Richard és Dombó Dávid. Révész Attila sportigazgató kiemelte, minden csapatrészt meg akartak erősíteni, ráadásul a riválisok is igazoltak új futballistákat a téli szünetben. Senki nem akar kiesni, és mondhatom, hogy a 4.-5. helytől mindenki érintett lehet ebben a dologban. A tavasz nagyon keménynek ígérkezik, 17 mérkőzésünk lesz, és valóban kettővel kevesebbet játszottunk, mint tavaly, ennek ellenére 4 ponttal többet szereztünk, de ez nem garancia semmire, látva a tavalyi MTK-nak a 26 ponttal fordulása utáni kiesését. Hát tulajdonképpen minden mérkőzés élet-halálnak tekinthető. Azt el kell mondjam, hogy most még nem vagyunk kész. Azok a játékosok, akik most érkeztek, mivel nagyon rövid volt a felkészülés, nem érték még utol a csapat szintjét. Nekik ez a februári hónap reményeim szerint elegendő lesz, hogy totál fölvegyék a többieknek a ritmusát. Az új szerzemények egyike a kapus Dombó Dávid Mezőkövesdről érkezett Kisvárdára több játék lehetőség reményében. Minden játékos, én úgy gondolom, hogy a kapus és mezőnyjátékos ugyanabban a cipőben van, mindenki játszani szeretne, ezért nyilván nagyon örültem a Kisvárda megkeresésének, nagyon örülök, hogy sikerült ide szerződnöm, és már nagyon várom az első mérkőzést, ami hát ugye a Mezőkövesdellel lesz, úgyhogy ez külön izgalom számomra. Az eddigi benyomásaim nagyon pozitívak, mindenki nagyon pozitívan állt hozzám, próbáltak mindenbe segíteni, minden olyan kérdésben tudtam segítséget kérni, amire egy hétköznapi dologban is nagyon nagy segítséget tudtak nyújtani, úgyhogy eddig abszolút pozitívak, és biztos vagyok abban, hogy a továbbiakban is abszolút pozitív lesz a folytatás. Az NB1 tabelláját a Ferencváros vezeti 36 ponttal, a 32 pontos Molfehérvár FC és a 28 pontos Mezőkövesden előtt. A 20 ponttal a 7. helyen álló Kisvárda szombaton Mezőkövesden lép pályára. A Mezőköves talán előrébb jár tőlünk, ráadásul kész játékosokat hoztak, nekünk ezzel van egy pici problémánk még. Az első mérkőzésen a legfontosabb a pontszerzés lenne, amíg érkezik könnyűnek, de természetesen nem feltartott kézzel fogunk oda menni. Bizony lehetett volna könnyebb tavaszi rajtunk is, a második meg a Ferencváros, aki tudjuk, hogy a Ferencváros milyen állapotban van, hogyan zárta az őszt, és azóta még tovább erősödtek. Ennek ellenére egyetlen egy mérkőzésen fogunk feladni, sőt, minden egyes mérkőzésre a győzelem reményébe fogunk kifutni. Én úgy érzem, hogy talán most nagyobb az alapunk, hogy ezt megfogalmazzam, mint volt az őszi mérkőzése során. Az NBA 17. fordulójának további párosítása a következő: Ferencváros Paks, Molfehérvár FC Budapest Honvéd, Zalaegerszeg Diósgyőr, Kaposvár Puskás Akadémia és Debrecen Újpest. A hétvégén 5. alkalommal rendezi meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kézilabda szövetség a Junior Kupa nemzetközi utánpótlás tornát. Nyíregyházán, Kisvárdán és Gyulaházán 30, köztük 13 határon túli együttes lép majd pályára.
A Megyei Kézilabda Szövetség 2015-ben rendezte meg először a Junior Kupát, azzal a céllal, hogy a keleti országrész utánpótlás csapatai nemzetközi mérkőzéseken más kézilabda kultúrákból érkezett együttesekkel szemben is lemérhessék tudásukat. Egy év ugyan kimaradt, de ezen a hétvégén kisebb jubileumhoz érkezett a torna, 5. alkalommal találkoznak a hazai és ukrajnai, szlovákiai, valamint romániai magyar lakta települések kézilabda csapatai. A lányok a 16 és 19, a fiúk pedig a 17 és 20 éves korosztályban mérik össze tudásukat. Valamennyi korosztályban a határon túli és megyebeli csapat is. Szerettünk volna kihasználni azt a kitűnő földrajzi fekvését a megyénknek, hogy három olyan szomszédos ország is körbeveszi, ahol kézilabda szerető nemzet van. Másrészt pedig a fair play szelleme az mindenféleképpen a Magyar Kézilabda Szövetség alapvető irányelvei közé tartozik. Szeretnénk olyan felejthetetlen emlékeket okozni a sportákban résztvevőknek, akik ezen a tornán itt lesznek, amelyekkel egyrészt a sportszerűségét is, vagy a népszerűségét is tudjuk a sportágnak növelni, másrészt pedig hozzá tudjuk ez a sportághoz kötni ezeket a fiatalokat. A tornának a játékosokkal, edzőkkel és kísérőkkel együtt közel 500 résztvevője lesz. A megye három településének 5 csarnokában 3 nap alatt 57 mérkőzést játszanak. Az apparátus nagyon megterheli egyébként egy ilyen tornának a megszervezése, de hát ezt édes teherként kezeli egyébként a Megyei Kézilabda Szövetség. Ünnepnapként szeretünk ezen részt venni, hiszen 3 napos ünnepről van szó. Egy állófogadással várjuk egyébként a határon túlról érkező sportolókat és az őket kísérőket, és ez a tornának a megszervezésében azért el kell mondanom, hogy azért alkalmazkodnunk kell a kisvárdai NB1-es csapathoz. A helyszínek, ahol egyébként részt vesznek a csapatok a mérkőzéseken, az Nyíregyházán lesz, Gyulaházán és Kisvárdán. A torna első meccse pénteken 15 órakor kezdődik a kisvárdai Szent László gimnázium sportcsarnokában. A helyosztókat és a döntőket vasárnap rendezik a kisvárdai Szent László gimnáziumban és a kisvárdai városi sportcsarnokban. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták január 23-án csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Csütörtök este gyengén felhős idő várható, majd az éjszaka második felétől megnövekszik a felhőzet, párássá válik a levegő és zúzmarás köd is képződhet. Számottevő csapadék nem lesz, a délnyugati, majd a délire forduló szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 5 fok körül alakul. Pénteken felszakadozik, csökken a felhőzet, majd időnként felhősödés várható. A köd fokozatosan mindenhol megszűnik, de továbbra is párás marad a levegő. Számottevő csapadék napközben sem lesz, a déli szél ismét gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 4 fok között alakul. A hétvégén és a jövő hét legelején, főleg az éjszakai, reggeli órákban még számítani kell ködös tájakra, itt-ott szitálással, unos szitálással, majd néhol eleredhet az eső, zápor is. A következő napokban is erősen felhős, illetve borult idő lesz a jellemző, és a hét közepén már többfelé várható eső, zápor eső. Sok helyütt megerősödik a nyugati szél, egyre kevésbé lesznek csípősek az éjszakák, és néhány fokkal erősödik a nappali felmelegedés.